A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok hagyományosan jól szerepelnek a diákolimpiai versenyeken. A legutóbbi tanévben 9800-an indultak el a sorozat valamilyen szintű állomásán. Az eredményekre ezúttal sem lehetett panasz, az országos döntőkben egyéni sportágokban 7 arany, 4 ezüst és 3 bronzérmet, a csapatsportágokban pedig 8 aranyat, 7 ezüstöt és 10 bronzot szereztek a megye képviselői. A tavalyi évhez hasonlóan megint egy nagyon eredményes tanév van mögöttünk a diáksport területén, és büszkék vagyunk a megyei sportolóinkra, mert mind az országos döntőkben, mind az országos elődöntőkben és a megyei döntőkben is olyan teljesítményt nyújtottak, amelyel azt hiszem, hogy felhívták magukra nem csak a megye, hanem az ország sportéletének is a figyelmét. Rengeteg érmet szereztünk, és én külön kiemelném egyébként itt az éremszerzők között például a Vásáros Nemény és Ibrányi úszókat, akik az országos döntőről egy éremesővel jöttek haza. Ennek tükrében, vagy ezzel együtt ebben a tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztünk az országos döntőkön és a megyei döntőkön, meg az országos elődöntőkön természetesen még több érem átadására került sort, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a létesítményhelyzet javulásával még eredményesebbek lehetnek a diáksportolók. Emellett ők is mindent megtesznek a feltételek javítási érdekében. Az intézmények, önkormányzatok eddig is nagyon pozitívan álltak a diáksport tevékenységhez. A helyszíneket biztosították számunkra legtöbbször természetesen térítésmentesen, amely egy nagyon nagy segítség a Megyei Diáksport Egyesületnek. Ez biztos, hogy így lesz a jövőben, és együttműködéseket tervezünk a későbbiekben megkötni Nyíregyháza megyei jogú várossal is, aki eddig is támogatott bennünket, a járási központvárosokkal is szeretnénk, és természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a megyei önkormányzattal egy nagyon élő és nagyon hatékony együttműködésünk van, és a Kölcsei Televízióval is megkötésre került ebbe az évben egy együttműködési megállapodás, egy három oldalú, amelyben a Magyar Diáksport Szövetség, a Kölcsei Televízió és a Megyei Diáksport Egyesület a három aláíró fél, és ezáltal is szeretnénk népszerűsíteni és előrelépni a diáksport életben itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Baracsi Endre elmondta, hogy a következő tanévben is szeretnének több sportágban országos elődöntőt rendezni, úszásban pedig pályáznak az országos döntőre. Továbbra sem tettek le egy összevont labdajáték országos finálé megrendezéséről, amelyen a legjobb labdarúgó, kosárlabda, röplabda és kézilabda csapatokat láthatnak vendégül.